Tizedik alkalommal indult útjára a labda március 6-án a tetétleni maratoni terenfoci bajnokságban. A sportesemény különlegessége, hogy a csapatok péntek kora estétől egészen a zárásig folyamatosan játszották a mérkőzéseket. 2006 évben indult el, és egyre nagyobb népszerűségnek örvend, aminek mi is nagyon örülünk. Jelen pillanatban, vagyis a mostani rendezvényen 12 csapat fog versenyezni, és holnap délután lesz a záró rendezvényünk. Addig folyamatosan megy a játék a pályán. Mindig van díjazás, illetve minden alkalommal a teremfoci gálán a kupa győztes meghirdetjük, és a vándorkupát ő fogja hazavinni, és őrizi egy évig. Aztán, ha meg tudja védni a címet, akkor még marad egy évig a kupa, hanem akkor visszakerül, vagy átkerül egy másik győztes csapathoz. Mindenféleképpen közösségépítő, közösségformáló. Településünk életében is egy kis szint volt. És azt gondolom, hogy gyakorlatilag ennek egy olyan kulcsfontosságú szerepe is van, hogy bebizonyították a kis településen élők, hogy egy összefogással igenis hajlandóak olyan programokat alkotni, amely akár egy nagyobb településről, akár városokról is, vagy városokban élők számára is vonzó, és nem utolsó sorban az egészséges életmódhoz hozzájárul a sport. A sporteseményre ellátogatott Bodó Sándor, térségünk országgyűlési képviselője is, aki riporterünknek elmondta, fontosnak tartja, hogy a fiatalok minél több időt töltsenek sportolással. A Tetétlen egy olyan település, ahol az emberek nagyon szeretnek és tudnak is dolgozni, és hát szerencsére tudnak kikapcsolódni is. A kikapcsolódásnak mindig meg kell találni azt a módját, amit a legtöbben szeretnek, amivel legkedvesebben töltik az idejüket, azt a programot, és hát ebben a sport nyilvánvalóan előkelő helyen áll itt Tetétlenen is. És hát nagyon fontos dolog, hogy egy olyan maradandó találkozási lehetőség legyen, amiről lehet beszélni. Hát itt most már nem egy évben kell gondolkodni, hanem egy évtizedben, és ez nagyon nagy dolog. Persze lehetne úgy is, hogy minden délután találkozzunk foci vagy más sporták kapcsán, de hát ez azért egy kicsit bonyolultabb. Ilyenkor ez egy kicsikét talán a sport ünnepe is. A település ünnepe, a sport ünnepe. Sokfelől érkeznek vendégek, a fiatalok meghívják a más településen élő barátaikat, ismerőseiket. Hát egy igazi, olyan jó közösségi program. Szerintem ez a legfontosabb üzenete. Nyilvánvalóan egy mérkőzésre valamiféle motivációt azért illik feldobni, ahogy szokták mondani. Hát a gólszerző, legtöbb gólszerzőnek azt gólkirálynak hívják, ha jól tudom, illetve a legjobb csapatnak valami külön díjat mindenképpen gondoltam felajánlani, hogy még motiváltabbak legyenek, de szerintem a motivációban nincs ilyen, eddig sem volt. 2006 évben indultunk el szülők, gyerekek és sportkedvelők támogatására vagy kezdeményezésére és támogatásával ezt a rendezvény, de biztos vagyok abban, hogy akkor még nagyon sokan nem gondolták azt, hogy nem gondoltuk annyira előre, hogy ilyen hosszú folyamatot megérhet ez a közösségi rendezvény, ez a sportrendezvény. A kezdetekkor úgy indult, hogy 24 órás teremfoci gála, ez is volt az elnevezése, és aztán az elképzelés az volt, úgymond kuriózumként, hogy minden évben egy-egy órával növekedik ez a verseny. Ez így is volt egészen 2013 évig, amikor a 7. évben már láttuk, hogy mind a szervezők, mind pedig a játékosok, a csapatok egyre jobban fizikailag kimerültek, és egyre nehezebben viselik ezt a megterhelést. Így aztán már ott az eredményhirdetés környékén végképp elhatároztuk, hogy visszatérünk az eredeti kiindulási ponthoz, és így már tavaly évben is 24 órán keresztül volt itt a játék. Csak úgy, mint az idei évben is. Nagy öröm volt számunkra, hogy az egyre népszerűbb, és most is 12 csapat jelentkezett. Sőt, sajnos volt olyan csapat, akinek már azt kellett mondanunk, hogy nem tudjuk fogadni a jelentkezését. Én nem is szeretném tovább húzni a szót, de mielőtt a megnyitó rendezvény köszöntőjét én befejezem, szeretném megköszönni mindannyiunk nevében a szervezőknek és a támogatóknak a segítségét, hiszen az ő munkájuk és az ő támogatások nélkül ez az alkalom nem jöttett volna létre, és szeretnék mindenkinek eredményes, sportszerű és balesetmentes sportolás versenyzést kívánni. Köszönöm. Felkérem országgyűlési képviselőnket, hogy nyissa meg a rendezvényt. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, kedves mindnyájatoknak, tisztelettel köszöntelek, kedves polgármesterasszony, tisztelt település előjáróság, kedves fiatalok, sportbarátok, tisztelt játékvezetők. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy Tetétlen egy olyan település, ahol az emberek szeretnek és tudnak is dolgozni,
és ami szintén nagyon fontos, tudnak tartalmas kikapcsolódást szervezni maguknak és a barátaiknak. Most egy ilyen alkalommal találkozhatunk ismét. Az elmúlt hétekben, napokban tényleg több olyan rendezvény volt Tétlen, amikor hát sajnos elfoglaltsága miatt nem tudtam eljönni, de mindenképpen fontosnak éreztem, hogy legalább a mai napon eljussak idei hétvége fele, hiszen Tétlennek számtalan nevezetessége van, most nem sorolok, mert valami biztos kimaradna, de ilyen nevezetesség ez a 24 órás futballtorna is, amit itt szoktatok rendezni. Emlékszem azokra az időszakokra, amikor kisebb gyerekek, felnőttek, tehát különböző felállásban, de mindig sikerült megtölteni ezt a tornatermet, és ez nagyon fontos dolog. Nagyon fontos dolog, hiszen úgy is lehet egyébként sporttal tölteni az időt, hogy néhányan kimegyünk ide a pályára, vagy esetleg a másikra, kicsit rugdossuk a labdát, aztán utána meg hazamegyünk. Annak is van valamiféle sportérték, ahol is véle sportélmény, de ez azért egészen más, hiszen a helybeli fiatalok egyrészt össze tudják szedni magukat itt a településen belül, másrészt azokat a barátokat, ismerősöket, környező távolabbi településen élőket, akik szintén szívesen jönnek. Tehát nem csak egy nevezetes találkozó, egy közösségi élmény, hanem tényleg egy barátkozási lehetőség is van. És hát azért az eredmény is fontos, hiszen itt hivatalos mérkőzések vannak, tudom, hogy lesz majd legjobb gólnövő, gólkirály, legjobb csapat. És hát engedelmetekkel, hogy tovább próbáljam motiválni a csapatokat, én némi kis segítséget fogok kérni polgármester asszonytól. A legjobb játékosnak szeretnék felajánlani egy labdát és egy kupát, majd Hajnika felmutatja. Természetesen a kínáló sorában majd szívesen imitálom a játékvezetőket és a szervezők mellett, és hát arra kérlek majd polgármester asszony, hogy meg a legjobb játékos, illetve ugyanilyen elosztást a legjobb csapatnak is készülés átadni a nevemben. Kedves barátok, tisztelt jelenlévők, talán annyi dolgom van még, hogy arra vigyáltam a figyelmeteket, hogy mindenképpen vigyázzatok egymásra, mert hiszen nemes versengés van, tehát hétfőn azért sok mindenkinek újra iskolába kell menni, vagy dolgozni kell, sérülés, mint a sportolás, jó kikapcsolódást kívánok, és én is köszönöm tényleg Tetőben egész közösségének ezt a szervező munkát, amit így mindannyiunkért, mindannyiunkért megtettetek. Köszönöm szépen ezt a rendezvényt. Kérni a játékvezetőket, hogy tájékoztassák a csapatokat a versennyel kapcsolatban és a legfőbb szabályokkal kapcsolatban. Jó napot kívánok, köszöntök én is mindenkit. Nem akarom én rabolni nagyon sokáig a szót, az időt. Ő a focitól. Annyit szeretnék közölni veletek, hogy abban maradunk, ha olyan súlyos szabálytalanság történik, hogy köpés, ütés, ellenfelet, tehát meg sportszerűtlenül viselkedek, az egy olyan három meccses eltiltás jelent, azon kívül, ami azon, tehát megtörténik a meccset, azon már nem állhatsz vissza, és utána három meccses eltiltással jár ez a dolog. Becsúszás abban az esetben él sárga lapot, első esetben sárga lapot kap mindenki, második esetben, ha ez megismétli, akkor már 2 perces kiállítást kap. Ha gólba, tehát a üres kapura gurul a labda, és ő becsúszva berúgja úgy, hogy nem akadályoz senki mást, tehát nem okoz sérülést, akkor az él az a gól, de ezt ne kezdjük el reklamálni, hogy becsúszott. Meg ha valaki esetleg spárgába így kicsúszik a lába, azt ne tekintjük már becsúszásnak, meg a kapusok esetek többségében valószínűleg becsúszó mozdulattal is kijöhetnek, azt se tekintjük becsúszásnak. Olyan esetben, ha lábat ér, vagy veszélyezteti az ellenfél testi épségét, akkor kell ezt súlyos szabálytalanságot minősíteni és kiállítani. Itt az nem volt felírva, hogy sorfal 3 méterre kell, hogy felálljon. Ez ugyanúgy, mint nagypályán, kispályás bajnokságokban. Lehet kérni a játékvezetőtől, hogy én kérem a 3 métert, és akkor viszont meg kell várnod a sípszól elhangzását, és utána végezheted el. Végülis ennyi szerintem, amit el akartam mondani. Mindenkinek sportszerű játékot, eredményes szereplést kívánok. Köszönöm szépen! Non-stop, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, to lay it flat, y'all, non-stop, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, to lay it flat, y'all, non-stop, y'all, to the beat.
Első helyezett lett a 10. teremfoci gálán a hosszúpályi csapata. Második helyezett lett az FFC nevű csapat, és harmadik helyezett pedig a Pocsaj csapata. De ahogy ez már lenni szokott, minden tornán vagy teremfoci gálán választanak, ugye az elért eredmények alapján jobban mondva. Átadjuk a legjobb gólkirály, legjobb versenyző, legjobb csapadíjat. Az idejében az, szintén az FFC csapatából lett a gólkirály, Király Ákos 40 góllal, azt gondolom, hogy ez valóban figyelemre méltó teljesítmény. A legjobb játékos a Pocsai csapatból lett Pap Ádám, a legjobb kapus pedig Horváth Zsolt a Troll foci csapatából, és a legjobb játékvezetői díjat, mert ezt is minden évben a teremfoci gála végeztével kiosztjuk, azt pedig Hajdú Imrét illette meg. De természetesen mindegyik játékvezetőnek megköszöntük a munkáját, hiszen nélkülük ez a rendezvény nem jöhetett volna.